Az Áhonyi határátkelő helyen április 11-én néhány perc eltéréssel két azonos típusú gépkocsi próbált ugyanolyan módszerrel kialakított rejtek helyeikben. Összesen 6684 doboz különféle márkájú ukrán adóegyes cigarettát csempészni Magyarországra. A pénzügyőrök mind a két esetben megtalálták a rejtek helyeket, és az azokban a cigarettákat, összesen 4.811.688 forint értékben. Az elkövetők ellen jövedéki eljárást indítottak a pénzügyőrök, a cigarettát, illetve a gépkocsikat lefoglalták, és költségvetési csalás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt feljelentést tettek.